Jó, akkor az utolsó panel, ami ilyen szempontból nem a legkomfortosabb, ellenben az egyik legizgalmasabb lesz garantáltan, mert hogy most az önkormányzatok oldaláról hallgatjuk meg, hogy milyen is a részvételiség, hogyan működik, mik az előnyei, hátrányai, mi visz arra egy önkormányzatot, hogy belevágjon ilyen kezdeményezésekbe, úgyhogy be is mutatnám a vendégeinket. Virányiné Rejkenbach Mónika, Pázmendi önkormányzattól polgármesterasszony, illetve Varga Attila, 19. kerület Kispest képviselőtestület tagja, ezen kívül a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnöke. Jó, tehát akkor mind a két településen, önkormányzatnál több minden történik részvételiség tekintetében, úgyhogy először egy olyan kérdést tennék föl, hogy mi kicsit beszéljetek arról, hogy mik ezek a tevékenységek, amik folynak, ezek mióta tartanak, és kiket mozgatnak meg leginkább. 2010-től vagyok polgármester, és hát sok mindent máshogy csinál szerintem, mint a nagyok, de kicsiknek talán azért nehezebb, hogy azokat kell teljesíteni, mint a nagy önkormányzatoknak, de még így is jött kapacitásunk arra, hogy segítsünk, vagy részt vegyünk ilyen programokban, mint amit ti is csináltok. Részvétel egy demokráciában mi 2010-től egy utcabizalmi hálózattal indítottunk, és ez nagyon-nagyon jól működik a településen. Ennek nem csak egy kétirányú kommunikációban van szerepe, hanem biztonsági szerepfontokat is ellát, és egyéb olyan feladatokat, amik inkább ilyen szociális és karitatív feladatokat, tehát hogy senki nem maradjon ki, mindenkiről tudjuk, hogy ha szükség van, akkor ott lehessen az önkormányt és segíthessen. Így, és ez minden korosztály felül a családsegítéstől kezdve mindenben. 2200 főnél ez egyszerűbb, bizony mondják, de arányosan meg kevesebb emberrel kell nekünk dolgozni és feladatokat ellátni. Néha úgy érzem, voltam egy nagyon nagy híve vagyok annak, hogy az embereket mindenben mindig hallgassuk meg, de néha beleestem olyan dolgokba, amikor tényleg nagyon zöldek vagyunk, mert van, akik tudják, mindent megteszünk, és több száz ilyen táskát varrattunk, hogy az emberek a zsemléket abban vigyék, 600 kis táskát varrattunk, amikben most már járnak az emberek, hogy visszatérjenek a kosarak, de nagyon sok minden, de nem egyszerű, mert az egy önkormányzat meg nem lehet nagyon haragos zöld, és ezt egy eszót használtuk, mert nekünk meg kell tenni ezt a középutat. Tehát amikor már olyan problémává válunk szemben, hogy konkrét lakosunk volt, és 5 éves alapvető jogbiztonsági eljárás is volt mögötte, hogy ki tiltott egy nem az ő által tulajdon területről minden embert, mert hogy a kutya ne menjen rá az útról az ős gyepre. És akkor ebből konkrét harcok voltak, és a mezőgazdasági úton járjanak a traktorok. Hát ez nem egyszerű egy önkormányzatnak, akkor is, hogyha a szándék jó, és itt érzékeltem, hogy van, amikor sajnos ez nem jó, hogy nem érzik azt a lakosok és a civilek, hogy az átlag szándék az jó lenne, de akkor sem egyszerű még a helyzet. Hát ez nekünk meg kell találnunk ezt a középutat, és egy választások évében azért mindenki tudja, megszaporodnak közérdek, adatigénylések és egyebek. És erre is mi azt a módszert használjuk, hogy válaszoltunk természetesen, még akkor is, amikor most jöttek. És ez elgondolkozható nekem is, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon kiemelt kormányzati szervnél, magas beosztásban dolgozó lakosunknak miért nem jut eszébe bejönni a hivatalba, és esetleg megnézze azokat a projekteket, amivel hogy szerintem teljes mértékben tisztában van, és egy 4 oldalas levélre, most már Brüsszelbe pályázunk célirányosan, és ez nagyon sok feladatot igényel, vannak már kinti nyertes pályázataink is, és van egy projektmenedzserünk, akit mi velem dolgozik, de mi őt óradíjba fizetjük. És hát megkértem, hogy segítsen be, mert már az anyag is több ezer oldal, azért lehet képzelni,
Budapest-Balaton kerékpárúttal összefüggésben feltett kérdésekben, hát a lehatárolási tervek több száz oldalosak, és azért itt olyan cizellált kérdések voltak, és hát elküldtük a választ, hogy két munkóra, mi munkóránkat nem vettük figyelembe, és a két munkóórát a befizeti, elkészítettük a választ. Nem kaptunk azóta erre még visszajelzést, de hogy miért próbáljuk ezeket is így orvosolni, mindegyik levelembe, válaszlevelembe megküldtük, hogy nagyon nagy szeretettel várjuk a projektben részt venni, mert aláírja a szükséges, amiknél van, mert én még mindig nem értem, sok mindent nem értek abban, hogyha tényleg nekünk a nyilvánosság és hogy minden pénzzel köz összefüggő adat nyilvánosak, azért nagyon sok helyen ezt nem így tekintik. Tehát nagyon sok szerződés és hozzánk kijelő hatósági megkeresésekben és egyebekben ott van, hogy a üzleti titokra, meg egyebekre való hivatkozások, de ugye hát nálunk ez figyelni kell, mert egyben nyilvánosságot kell, de az informatikai biztonsági szabályoknak a jelzem 400%-osan megfelelünk, ez ritkaság, de megfelelünk, ugye pont ott voltatok, amikor nagyon nagy munka volt, de megfelelünk. Ezt a kettőt össze kell valahogy egyeztetni. Tehát azért itt lehet, hogy egy kis jogharmonizációra is szükség lenne néha. De a lényeg az, hogy tényleg szeretettel várjuk. Nem kaptam még visszajelzést, de most elnézést kérek, hogy nem tudtam itt részt venni hamarabb, és lemaradtam az elérőt, tehát nem tudom, hogy előtte mik voltak a témák, csak a meghívóból, meg hát amennyit tudok a programról. Mert egy ilyen méltóságkereső konferencián voltunk, hát nagyon szuper ez a World Café módszerrel volt az egész levezetve, és ott én ugye azért nagyon szeretek eljárni konferencián, akár előadóként, mert amikor nem én adok elő, akkor mindig jegyzetelek, és nagyon sokat tanulok és tapasztalok. Ezt Cészi is tudja, akkor is egy jegyzeteltem az előadástatokat. És tehát most ezt találtam ki, hogy végre elkészül egy olyan konyhánk, aminek közösségi teret teremtettünk az egyik részében, közkonyha, nagyon hiper-szuper high-tech lesz, hát inkább vintage, mert úgy lomíztuk össze a bútorokat, de erre is most meghívjuk, és mivel az egyik közérték adat igényel, és pont az azzal a beruházással kapcsolatosan volt, és a szomszéd az egy vérmes kocsmáros úriember, aki fél falu, de semmilyen nincs hivatalosan, tehát miatt még építési engedélyt se kell, tehát csak a falakon belül tudjuk megcsinálni, hogy a 300 gyermekünknek kell ez a közkonyha. De lényeg az, hogy tehát ilyen háttérrel dolgozunk, hogy falakon belül kihozni valamit, és egy közösségi teret álmodtunk meg, és oda már helyszín is lesz e hónap végétől, hogy bevigyük ezeket, mert a hivatal az hivatal, sajnos a mai korosztálynak sem jó. A szájéz egy a hivataltól. Talán egy ilyen közösségi térben könnyebben kommunikálnak majd az emberek. Az időség régebb volt a fiataloknak, pont itt beszéltünk, de régebb volt a fiataloknak, mert még kevésbé jó a tapasztalata a hivatalról. És oda szeretnénk tényleg egy ilyen kávézós, kakaózós délutánba bevinni, és az első ez lesz, már megírtam a címet is, hogy az egészséges táplálkozás a gyermekek királyságának új konyháján és a külső-belső megálmodása, és ebben várjuk egy eszmecserére. Hát az első meghívott az a közérdek adatigénylő lesz, hogy hát tényleg jöjjön el, mert ahogy hallottuk, közmeghallgatás az nem érnek semmit, ezzel teljesen tényleg egyetértek én is. Az emberek nem szeretnek már elmenni. Nálunk is egy csendes többség van, és van egy hangos fotelhúzák kisebbség. Itt a fotelhúzák ez a Facebookon és egyéb online felületeken nagyon aktívak, de amúgy a tevékenységben nem. Tehát szeretnénk, hogyha még ezt itt fokoznánk, ami azért nálunk már szerintem egész jól vagyunk, bár mindig az a vád ér minket, és itt átadnám a szót utána majd Kispestnek, hogy a gyerekeket inkább előtérbe helyezzük. Én azt látom, hogy ők egyszerűbben látják a világot, és talán sokkal fókuszáltabban tudnak rá koncentrálni dolgokra, mint mi felnőttek. Mi túl gondoljuk, főleg mi nők, ahogy az én férjem mondja. Én mindig 3 órát elbeszélek egy témára, és akkor egy mondatban összegzi, hogy szerintem meg ez így van, és ne bonyolítsam. De én már javaslom mindenkinek, hogy a gyerekeket bevonni,
akár a civil életben is. És mi ezt az önkormányzatnál is tesszük, és egész komoly kérdésekben is. Nagyon jó véleményük van. Én még egy fenntartóváltásnál is behoztam, és megkérdeztem a véleményüket, beszélgettünk róla, és egy példát, hogy miért jó, hogyha gyerekeket is bevonjuk a tervezésbe, és kicsit azt a korfát, ami szerintem itt is megfigyelhető, egy kicsit lejjebb szorítjuk. Költészet napja. Ugye volt egy nagyon jó önkormányzati, sőt egy országos kezdeményezés, hogy posztoljanak, meg rakjanak ki verseket, ilyen. És hát, amíg könyvtársunk ki, tehát, hogy hú, hát ő egyedik alkot, mert ő majd, ő is régebb volt a fiatal, ő majd behívja a gyerekeket, és ad könyvet neki, és akkor majd azt fotózzák le, és rakják ki. Hát azt leültünk a fiatalokkal, hogy na szerintetek ez hogy lenne jó? És egy félórás eszmecseréből már rögtön kikerekedett, és ha beütik a keresőbe, hogy Fázmát költészet napja, hát láthatják a képeket, hát vettem színes festékszóró pisztolyokat, engedélyezett volt aszfaltra a festés, graffitizés, csináltattunk sablonokat, vers szakok, amiket ők választottak ki, szavaltak az utcán, hangosan, imádták a napot, és azért hát ilyenkor jutalmazni kell motiválni mindenki, aki posztolt egy pizza utalványt kap ajándékba. Tehát ez az, amikor bevonunk valamit, és nem azok, akik lehet, hogy pont arra hivatottak, hogy döntéseket hozzák, de lehet, hogy azok, akiknek meg szánják, azok, hogyha bevonjuk őket, akkor sokkal hatékonyabban célt tudunk érni. Mert itt célt értünk, és hangozott a József Attilától, Vaditól kezdve adott, hogy minden tele volt a település. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a meghívást, és hogy itt lettek, és a figyelmet is köszönöm itt a nap végére, mert bizonyára sokan feladottak, de talán klassz témákat fogunk itt körbe keríteni. Kispest az egy picit nagyobb település, 60 ezer fő lélekszámmal rendelkezik, egy picit más léptékkel és más emberi kapcsolatokkal rendelkezik, mint mondjuk a utca bizalmi rendszerre rendelkező Pászmánt. És ugye itt az volt az alapvető kérdés, ha jól értettem, hogy az önkormányzat az miért kezdett el aktívabb társadalmi részvételre törekedni, és nem csak arra, hogy 4 évente van, vagy 5 évente van választás, és akkor majd akkor megkérdezik 5 évente az embereket, hogy merre az előre, ha jól értettem a kérdést. Itt azért alapvetően a alulról és felülről jövő kezdeményezések keverednek Kispesten, viszont a kérdés az az önkormányzat irányából érkezett, úgyhogy most a részikenyerét nem elvéve és nem is hozzányúlva a civil témához, hogy mi van az, ami alulról kezdeményeződik, én most a felülről jövő kezdeményezést az szeretném egy picit bemutatni. Most már hosszú évek óta több eleme van annak a részvételiségnek, ami fontos a városvezetésnek. Kezdve a közösségi kertektől, közösségi tervezésektől, illetve befejezve most a legújabb ilyen ötlet az a közösségi költségvetésnek a megvalósítása. Amit nyilván lehet még nagyon jól csiszolni, de még az elején vagyunk. A közösségi kertekből is van több, azt hiszem 4 vagy 5 van, részén nem tudom, 5, köszönöm szépen. És ezt az önkormányzat az ott élőkkel, vagy civil szervezetekkel, vagy a lakócsoportokkal közösen álmodták meg, és ebből valóság lett. És nem azt mondom, hogy minden évben épül egy új közösségi kert, mert azért ennek vannak korlátai, de hogyha van egy kezdeményezés, akkor a szakirodákkal, civilekkel közösen ezeket megvizsgálva meg is valósítják a civilek és az önkormányzat is fenntartását is. Tehát, hogy nem arról van, hogy nyílik egy közösségi kert, és 2 év múlva meg ezek meg mondjuk nem bírnak egymással a közösség tagjai. A közösségi költségvetésre koncentrálva azt kell mondanom, hogy ez szintén felülről jövő kezdeményezés volt, egy adott alkupozícióban 2014-ben, amikor a választásokra készültünk, akkor az egyik perc a Párbeszéd Magyarországért az azt kérte, hogy kerüljön be a polgármesteri programba a közösségi költségvetés. És ennyit a pártpolitikával, és utána pedig a tapasztalatokat meg szeretném megosztani, ha ugye lesz még egy második körön, amiben ezt el tudjuk mondani. Jellemző is itt csatlakozni polgármester asszonyhoz is, hogy a fiatalok bevonása is nagyon fontos. A diák önkormányzatok, hogyha
van módunk és lehetőségünk felkérni őket egy együtt gondolkodás, akkor élünk ezekkel a lehetőségekkel. Ugye ez elég korlátos, mert iskolai falaim belül az önkormányzatok nem sok köze van, de azért vannak alkalmak, amikor a diákság véleményt is ki tudjuk kérni. Ilyen például egy szakközépi iskolának a külső részének kialakítása, ahol tudnak bandázni a gyerekek, ott a diák önkormányzat aktív részvételével egyfajta szavazási metódust is beleillesztve dölt el az, hogy mi valósul meg fizikailag, ahol egy parknak egy részét választottuk szét, úgyhogy padokkal, árnyékpadokkal, szemetes egyebekkel ki lehessen alakítani. Kispestérnek mondom, hogy ez ott van az Alágerszeg utcában, a Szemmelweis és egészségügyi szakközépiskoláról van szó. És idén nyáron az ő terveik alapján elkészül. Tehát a diák önkormányzat aktív bevonásával elkészül. Ami nem annyira demokratikus, de egyfajta nevelőszándékhoz, a kakaó túra, Kispestiek ezt tudják, hogy polgármester úr ad lehetőséget arra, hogy szervezett keretek között szülői jóváhagyással a diákok bejönnek és nyomkodják a képviselőknek a gombját, de mennek a szerverterembe, végigjárják a hivatal épületének érdekesebb részeit, és egy test közelből beleülhetnek a polgármester székébe és beszélhetnek, hogy egy test közeli élményt biztosítanak a óvodásoknak, illetve a kisiskolásoknak. Ez ugye nem egy döntéshozatali formátum, de ad egy olyan élményt, ami nem távolítja, hanem közelíti a hivatalossághoz, hogy a kevésbé öregek is jobban rászatjanak arra, hogy kevésbé régen ott a fiatalok is, mert érezzék azt, hogy mit jelent az, hogy egy önkormányzatba bemenni, tehát ilyen egyszerű kérdésekkel. És a többire pedig majd szeretnék választani menet közben. De nagyjából ez az attitűd, és ez még 10 éve, 15-20 éve létező folyamat, nem egy adott kurzusnak, nem egy politikai adott kurzusnak a vívmánya, hanem ennek vannak hagyományai régebbről is. Köszönöm. Pázmend honlapját megnézve, ugye ott van egy, ami ebbe az irányba mutató kezdeményezés, ugye van egy ötletládátok, van egy költségvetés bemutatás, van lehetőség szavazások működtetésére, illetve Kispesten is elkezdődött a részvételi költségvetés első próbája, ahol most néztem a honlapot a szünetben, hogy 1200 javaslat érkezett a honlap szerint, hogy mik a konkrét tapasztalatok ezekkel a bevonó eszközökkel kapcsolatban, tehát hogy kik azok, akik szeretik, kik azok, akik használják, vannak ennek korlátai, ami érezhető az önkormányzatok részéről, illetve ha van ilyen korlát, akkor ezen hogyan lehet segíteni? Azt látom, hogy a személyi kapacitásnak a hiánya nálunk óriási korlát. Egy az, hogy nálunk is meg kellett újulnia, vagy megújult magától, hát ezt mindenki eldöntheti, a személyi állományunk fiatalodott. Tehát olyan elvárásoknak is próbálunk eleget tenni, amiknek sokan nem. Hát ezt a honlapon is látszik, de ehhez egy nagyon kemény háttérmunka szükséges, hogy ez ténylegesen működjön, és ezt látom korlátnak. Amit már mondtam, az, hogy egyszerűbb lenne a helyzet, hogyha tényleg lenne egy olyan iránymutató, hogy az önkormányzatok hogyan, tehát hogy megmondják nekik, hogy nem kell attól félni, mert a nyilvánosság véd. Hát természetesen azt védi, akinek nincs takargatni valója. De véd. És hogy ezzel ők nem veszítenek, hanem nyernek. És itt látok még hiányosságokat, hogy ennek a kommunikációja sem valósult még meg, hogy ezt látnák, mert sokként tényleg azt látom, hogy csak ez az információ hiány van meg. Van, ahol természetesen én is tapasztaltam, hogy befarolnak, és ők már pedig nem. Mikor mi elkezdtük az üvegfalut, akkor mi még közös önkormányzati hivatal voltunk, utána hirtelen maradtunk egyedül. Még mondtuk, hogy semmi gond, tehát ha valaki nem szeretne, azt nem kötelezzük. És így már csak önálló hivatalként működik a hivatalunk. Kérdésre visszatérve, például nem tudom hányan ismerik a helyi közösségi értéknek a jogszabályát Angliában. Volt pár hónapja egy konferencia a Közszolgálati Egyetemen, és a Yorkie herceg jött el, aki ennek a nagy zászlóvívője volt Angliában,
És az angol szászoknál már teljesen természetes és jogszabály írja elő, hogy a beruházásoknál, fejlesztéseknél, közbeszerzéseknél, valamennyi szerződésnél közösségi értéket, hozzáadott közösségi értéket mérni kell, és előnyben kell részesíteni azt, aki közösségi értéket állít elő. Most mi 3 hónapja azon dolgozunk, hogy a mi közbeszerzésünkbe hogyan tegyük bele ezt a kitételt, hogy akár a bírálati szempontoknál, akár a kiírásban, a szerződéstervezetben és egyebekben, hogy szerepeljen. Az nagyon jó már, és ennek én nagyon örülök, hogy azt mondom, Bodó Sándor államtitkár úr az, aki ezt gondozza, és ő kollégáját is segítségül adta nekünk. Mert bár még erre jogszabály nincs Magyarországon, de úgy érezzük, hogy ha ezt így bevisszük egy konkrét projekt keretén belül, akkor lehet, hogy utána elindul majd egy a jogalkotást jobban ösztönző folyamat, de nem egyszerű, és azért szükséges, hogy mindenkit bevonjunk, mert nem szeretnénk utána a közbeszerzések tanácsán elülni, hogy mi szerettünk volna valamit, ami máshol működik, de sajnos Magyarországon még ez nincs. És így például ez is, amit említettem, hogy a jó szándék mellett azért itt nagyon sok fele kell figyelnünk, és hiába akarunk valamit, ha ez olyan jogi korlátaink vannak, amivel meg lehet, hogy hátráltatjuk a feladatok ellátását. De mi általában bele szoktunk állni ezekbe a dolgokba. Több réti korlát van, és egy kicsit szeretnék újra csatlakozni az utolsó gondolatokhoz, tehát hogy a közösségi tervezésben vannak olyan jogszabályok, amik gátló tényezők. Nem lehet mindenről közösségi döntést hozni. Nem lehet közösségi döntést hozni arról, hogy a tanárnak, bocsánat, már nem, hozzám tartozik, tehát mondjuk egy dadusnak, ennyit picska szabad, de az mondjuk egy dadusnak mennyi legyen a fizetése, azt egy közösségi tervezéssel nem nagyon tudjuk megoldani, hiszen egy kötött bére van, vagy a pedagógusok esetében, a oldalpedagógusok esetében bértár alapján kell tudni alapvetően meghatározni a jövedelmet. És vannak hasonló ilyen szituációk, persze nyilván eltérés lehet, stb. Meg hogy hány alkalmazott legyen, tehát lenne mozgástér, de alapvetően mélyen bele nyúlni, van egy-két terület a jogi szempontból nagyon nehéz, vagy talán lehetetlen a jelen állapot szerint. Kísérleteket mi erre nem teszünk, ilyen típusú közösségi tervezéssel. A másik picit gátló tényező, és akkor picit elmondom, hogy a közösségi tervezésben miket tapasztalok én az önkormányzat részéről. Ha mondjuk van egy adott közterület, amit szeretnénk átalakítani, akkor nyilván több lakossági fórumon keresztül kikérdezzük az emberek véleményét, mit szeretnének, hogy szeretnének, a szakma kidolgoz valamilyen parkosítási eljárást, kis térkő legyen, nagy térkő, több zöld legyen, kevesebb, milyen játszóeszközök, stb. Visszaadjuk a lakóknak egy fórum keretében, helyszínen, ha lehet, akkor helyszíni fórum keretében, hogy ez a terv, vagy ezek a tervek válaszolnak belőle, tudják, hogy mi mennyibe kerül, súlyoznak a lakók, szavaznak, preferenciális szavazással általában, és akkor abban kijön egy eredmény, és alapján történik meg a végleges megvalósítás, és egy kisebb tanácsokat alakítunk, hogy ne 90 embernek kell mindig összejönnie, hanem ők maguk közül kiválasztanak delegátokat, és ők tartják a kapcsolatot a kivitelezővel, képviselővel, szakirodával. Tehát ez inkább a matéria oldaláról nézzük a közösségi tervezést. Mi az akadálya? A közöny egyfelől, ha nagyon nehéz átbillenteni az ott élőket abban a gondolkodásban, hogy nekik tényleg van szavuk abban, ami rájuk tartozik. Tehát azért kell udvarolni rendesen, még a megfelelő létszám elérődik, tehát nincs konkrét szám ilyen esetben, de hogy azért egy érezhető tömeg induljon meg azért, hogy mondjuk egy parkot azt hogyan akarnak kialakítani a hozott közvetlen közelben élők. Ezek hónapokig tartó egyeztetések, nézőkeztő beszélgetések, levelezések, és itt utána történik meg a fórum, egy fórum, kettő fórum, három döntés, kivitelezés, annak az ellenőrzése és módosítása. Tehát a másik a jogszabályokon kívül a társadalmi részvétlenség, hiszen nem nagyon tapasztalnak pozitív példát. Tehát ez egy ördögi kör, és ennél energiát kell befektetni, hogy higgyék el az emberek, ne csak a szó miatt higgyék el, hogy van szavuk, hanem a megvalósulást is lássák, hogy igen, ők erre rajzoltak egy utat, az tényleg arra valósul meg. És ezek ilyen apró lépésekből álló döntési folyamatok. A hivatal részéről is van egyfajta
akadály, hiszen ő nekik nagyon erősen kell tartani a saját munkakörű leírásokat, ami általában az egy jogszabályokból keretkeztetnek, és például, hogy információt kinek hogyan adhatnak, az meg van kötve, hogy hogyan történjen meg. És nyilván nem akarnak hibázni, nem akarnak rossz pontot, nem akarják magukat kirúgatni, nem akarnak fekete pontot szerezni a hivatali dolgozók azért, ami jó szándékkal segítenének, de nem, mondjuk nem lenne szabad. És akkor itt van a felelőssége egyrészt a politikának és a hivatalvezetésnek, hogy hogyan lehet ezeket áthidalni, de erre van jó szándék, vagy jó akarata a hivatal részéről, hogy találjuk meg ezeket az információs csatornákat jó pontosan és törvényesen. És lehet, hogy Rébuszokból beszéltem, de hogy azért nem arról ismeretes a magyar jogrend, hogy úgy nagyon a részvételiséget támogatná. Tehát meg kell találni azokat a kis kitaposandó utakat, ami később mintául szolgálhatnak, és ebben van egy komoly munka, és ebben van egy elkötelezettségünk is. Nem tudom, hogy eddig nagyjából. Igen. Ma sokat beszéltünk külföldi példák kapcsán is, meg itthoni esetek kapcsán is arról, hogy mi kell ahhoz, hogy létrejöjjön egy valódi részvételiség, tehát ténylegesen megvalósuljon a bevonás. Ennek egy fontos eleme a politikai akarat, ezen kívül ugye vannak a folyamatba épített akadályok, amikkel küzdeni kell, ami nyilván inkább az önkormányzat szintjén merül föl, tehát valószínűleg az újragondolásával egyes folyamatoknak és a működés újragondolásával ezek akár orvosolatok, és nyilván van a társadalom részéről is egyfajta vagy meglévő, vagy nem lévő tartózkodás, amiről szintén az előző panelben egyébként volt szó, hogy azért, hogy ha elérjük ezeket az embereket, akkor azért meg tud lepődni, hogy meg tud lepni minket, hogy milyen magas részvételi körök, igen, tehát a bevonás hogyan tud valójában megvalósulni. Erre vannak-e, nem tudom, olyan bevált trükkök, vagy olyan a dolgok, amik működnek? Gondolok itt például hogy online valami működik-e, hogy fotelbuszárként lehet kattogtatni, és utána nem semmi foganatja nincs. Ugyanez a másik irányba is érvényes, hogy ha elküldök egy e-mailt, akkor arra nem biztos, hogy válasz jön, míg a papíros levél az egy kicsit nagyobb súlyú, miért van ez így, miért nem responszívabb egy önkormányzat. Offline vannak előnyök, ugyanakkor van a közmeghallgatás, ami több oldalról elhangzott, hogy nem biztos, hogy működik, tehát mégis egy csomó mindenkit úgy lehet megszólítani igazán, hogyha nem az online térbe kezdünk el kommunikálni, hogy ezzel kapcsolatban technikai eszközökkel mi a meglátásodok? Rendelkezünk online felületekkel, és sokszor kérjük a lakosokat, például a konyha belső dizájnjának is a kitalálásával az ötleteket vártuk. Pinteresten külön oldalt nyitottunk ennek, és küldtek is ötleteket az emberek, hogy mégis mit szeretnének, de tényleg én is azt látom, hogy és tapasztalom, hogy nehezen, tehát ha most azt kell néznem, hogy az online aktivitásnak a hány százaléka realizálódik a valóságban, az nagyon-nagyon kevés. És én amúgy is úgy tartom, hogy egy 10 000 fő alatt az embereknek nagyon fontos a személyes kommunikáció és a személynek az ismerete. Felette már máshogy működnek a mechanizmusok, és akkor is én még annak a idő vagyok, hogy minden nagy településnek is, ha kis aktív magjai vannak, akkor élő egy nagy település is. És a vezetés elméletben is én azt tanultam, és ilyen könyveket olvasok, hogy lehet telerakni mondjuk például egy templomot vasárnaponként, hogyha ott nincsenek kisebb csoportok, és nincsenek olyan aktív kis szerveződések, amik éltetik, akkor az úgy nem fog élő lenni az a közösség. És ugye ez működik a civil szervezeteknél és az önkormányzatoknál is. Nálunk nagyon nagy sikere volt annak, amikor egy-egy település részre mentünk ki, és volt, amikor csak kis probléma volt,
de érdekes volt, hogy a gazdasági bizottság elnökömmel mentünk, kaptunk, mert hát nem menjünk be, mert kicsi a ház, mert többen voltak, ez egy település rész, egy tanyánk, és a helyzet, szituáció, hogy a vízvezetékot úgy oldották meg annó, hát ahogy nem is lehetett volna, de lényeg, egy ember szedte, többi befizetett, elosztották. Hát kiderült, hogy hát többet fizettek, mint ami, és nincs meg a pénz. Hát, mint a régen, hívjuk a Mónit. Ugye, és mentünk, és kaptunk két széket, asztalt, és akkor na, hozzunk ítéletet. És akkor tűnik, hallgattak az embereket, és mindenki mondta, nagyon interaktív volt, de megelőztünk egy rendőrségi eljárást, az, hogy utána ott utálkodjon az a település rész, és ott mindenki összevesz mindenkivel, és így kommunikáltunk. Nagyon nagy sikere volt annak is, hogy például én nem vagyok fórumok, tehát kampány idején mindig fórumok, ez fórumokat, mi politikai bázmendi, politikai pikniket szerveztünk, én sütöttem a vakarcsot, nálunk ez hagyományos eledel, csináltunk nagy adag gulyást, és leültek a képviselőink, és mindenkinek a területe oda volt írva, hogy XY, ő mezőgazdász, miért tartjuk megfelelőnek, milyen területekért fel, eddig mit dolgozott, és kérdéseket tegyenek fel neki. És jöttek az emberek, ettek, még zene is volt, cigánymuzsika, táncolt, hát ez nem lesz, még elmesélem, csak egy színesítésnek megjelent az ellenzékem. 7 férfi. És ugye hát mondtuk, hogy jó, hát jönnek. Mindenki meg van hívva. Hát azt nem gondolták, hogy én rögtön tázolítom a polgármester jelöltjüket. De ő olyan jó délután kerekedett, hogy ők sem gondolták, hogy jönnek oda demonstrálni a férfi erőjüket, és hát ez így ebben torkollott. Mindenki örült, kicsit érdekes volt a helyzet nekik, de úgy érzem, hogy ez emberek élvezték. Tehát nem az volt, hogy most menjünk oda, és akkor van egy-két ember beültetve, ki miért van ültetve, hanem tényleg kötetlenül tudtak beszélgetni. Ha mindenki ahhoz volt kérdés, ahhoz tette fel, személyesebb így szerintem a kommunikáció. És én nagyon-nagyon gondolkozom azon, hogy milyen olyan új, én azt érzem, hogy az emberek belecsömörlöttek, és nem is jó, tehát mentálisan nagyon káros, hogyha csak online felületeken éljük az életünket. És szükségük van arra, hogy igazi élő közösségek tagjai legyenek, és úgy érzem, hogy szükségük van arra, hogy az önkormányzati, kormányzati szinteken is ezt megélhessék, hogy ahogy te hallottad az előző panel beszélgetésem, lehet, hogy más szituációban, vagy mikor ez egy tényleg az legyen, hogy őket meghallgatják. Erre úgy érzem, hogy teljesen új módszereket kell találnunk, mert most a régi módszereket próbálják csúcsra járatni, de azért nem hoznak eredményeket, mert azok már nem jók, szerintem. És kivételesen minden folytatnám, ahol volt. Online felülete van Kispestnek, és ezeket helyek közel használják is a lakók, de inkább csak helyen. Én nem hiszem, hogy megspórolható az online felületek használata, de nem is szabad túl nagy szerepet szánni az online felületek használatának. Tehát Kispestnek van egy mobil applikációja, azon keresztül is be lehet jelenteni valamilyen problémát, vagy ötletet is lehet leadni. Két hetente, amikor jó idő van, akkor a polgármesterünk azt tart egy közterületi fogadóórát, nem kell bejelentkezni, a piac mellett forgalmas helyen rajta egy sátrat, azt tart székeket, le lehet ülni vele közvetlenül is beszélgetni. Ha nem is ebben a kategóriában, de egy-két képviselő is ezt szokta művelni, hogy elmegy egy forgalmas pontjára a kerületnek, én most inkább magamról beszélek, ezt hitelesen nem tudom mondani, és akkor ott nem feltétlenül kampány témában előjönnek kérdések, és beszélgetünk. És érdekes, én a kampányra visszatérnék, mert hogy minden különbségek vannak. Én 2014 óta vagyok csak képviselő, tehát ebből a szempontból tényleg fiatal. És én úgy csináltam a kampányomat, tehát egy 4000 lélekszámú kis körzetek Kispestnek, hogy választó és szavazó körönként, amiből 4 darab van ebben a területen, ott vagy grill partit csináltunk, vagy bográcsgulyást csináltunk közösen.
és úgy ismertek engem meg, mint jelöltet, hogy ott együtt ettünk, matatos szájjal, stb. És ott kérdezkedhettek egyenesen, hogy miért akarok én ott egyáltalán képviselő lenni, és ezekre az alkalmakra eljött a polgármesterünk is, hiszen ő is kampányolt, és őtől is ugyanazt meg tudták kérdezni, hogy merre az előre hisz, de mondjuk önnek egy nagyobb múltja van, politikai múltja, de elérhetőek lettünk. És utána pedig azokat a technikákat részesítettem én legfőképpen előnybe, és több képviselőtársamra is ezért ez jellemző, hogy mondjuk egy adott probléma közlekedési csomópontnak az áttervezése kapcsán, vagy az előbb említett közterületek kialakítása kapcsán, vagy a közösségi költségvetés ötletelő szakaszának kapcsán, sátor, sörpad, leülünk, beszélgetünk. Tehát, hogy nem távolítjuk el az embereket a hivatal kontra lakosság irányába, hanem oda menjünk szinte a házukba, és megpróbálunk a lehető legközelebb, fizikailag is a lehető legközelebb kerülni a ott élőkkel, hogy közvetlenül bele tudjanak szólni annak a mikrorégiónak a dolgaiba. Tehát ez egy nagyon járható út, és nagyon sok tapasztalat jön elő. Ezek nem annyira tudatos dolgok, mert nincs meghatározva mindig egy téma, de rengeteg ötlet jön, rengeteg visszajelzés jön, pozitív és negatív is. És én azt gondolom, hogy ezt az irányt kellene még inkább erősíteni, akár a településünkön belül, vagy akár Kispesten túl. És akkor itt jön meg a tudatosság kérdése, hogy a civil szervezeteket mennyire tudjuk jól kezelni, ez rossz szó, tehát hogy tudunk úgy együttműködni, hogy rájöjjünk, hogy kell segítséget kérni, hogy ott a tudás a közösségszervezésben. Ők tudnak egyfajta technológiát, és ne ösztönösen történjenek meg ezek a dolgok. De ennek az útja szerintem még a városvezetés és a civil közösség között nem teljesen 100%-os, sőt mondhatni, nagyon sok mindent tudnánk tanulni még a civilektől technológiai szempontból. Ha tényleg ne ösztönösen történjenek meg ezek a találkozók a politikum és a lakosság részéről. Nagyjából ennyi. Most megnyitnám a beszélgetést a közönség felé, hogyha kérdés merült föl itt az elhangzottakkal kapcsolatban.